magában lét három fajtól, eltért genetikai állományban. Ezért újabb pályázatokkal, újabb forrásokat nyertünk, és 2015-re három gén alapján bizonyítottuk, hogy bizony-bizony a sebeskörösben egy negyedik faj a bihari márnája. És akkor mutassuk is be ezt a bihari márnát, hiszen itt található egy, hát annyira nem túl vérgonc példánya. Tehát miben tér el a bihari márna a többitől? Így van, tehát ez egy tartósított példány, tehát a színét az majdhogy nem elvesztette, de amiben különbözik a másik három fajtól, mivel morfometriai vizsgálatokat is végeztünk rajta, hogy arányaiban rövidebb egy kicsit az orra, illetve a farok alatti úszója rövidebb, mint a másik három kismárnának. Mi a jelentőség egyébként, hogy egy újabb őshonos halfajt találtak Magyarországon? Hát maga a faunánk, illetve a természetvédelmi értékeink egy újabb fajjal gazdagodott. Jelenleg még ugyan nem védett Magyarországon, nyilván mivel nem tudtuk, hogy létezik, de mindenképp fel fogjuk terjeszteni a Földművelési Minisztériumnál, hogy a következő jogszabály módosításnál ő is kapja meg a fokozottan védett státuszt. Aki majd nyáron a sebeskörösön horgászik, ne csodálkozzon, ha a bihari márnával is találkozik, viszont mindenképpen dobja vissza, hiszen hamarosan védett lesz ez az újabb őshonos magyar halfajtánk.